Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizós, október 12-én. A hold a mai napon az Aslésa holdházban található. Lefordítva ez egy kígyót jelent, és utal a megújulásokra. E felett, a holdház felett Szárpa uralkodik az indiai mitológia szerint. Szárpa szintén kígyót jelent, és jelenti az érzelmeinket, azokat a megújulásokat, hogy mennyire fontos, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, és legyen meg a belső erőnk, a biztonság érzete, a hit és a szeretet. A mitológia szerint Sárpa a hetes számot is jelenti, a hetet. Azon kívül az öt klasszikus bolygót hozzá a napot és a holdat. A hetes szám a hold energiájával áll összefüggésben. Az jelenti az álmainkat és a reményeinket. A mai napon van egy szép kapcsolat Merkur bolygó és Vénusz bolygó között. Ez lehet egy szerelmi vallomás, vagy szép beszélgetések a párkapcsolat területén. Amennyiben munkáról van szó, akkor ez egy jó hír, egy jó ajánlat a kreatív munka területén. A mai napon van kettő kvinkunx aspektus. Én ezt egy ingával szoktam összehasonlítani. Képzeljétek el, hogy van előttetek egy inga, és én megkérdezném, melyik irányba fog kimozdulni. A válasz nem tudom. Fogalmam sincs, és pontosan így hat ránk ez a kvinkunx aspektus. Az egyik a hold és Jupiter bolygó között van. Itt a lehetőségekről, a szerencséről van szó, de mi bizonytalanok vagyunk, nem hiszünk ebben. Jupiter bolygó hatása alatt gyakran igazságtalanságokról van szó, vagy egy bírósági ügyről. Nem tudjuk, hogyan tovább, nyerünk vagy nem nyerünk, nem tudom, fogalmam sincs, így érezhető. A másik kvinkunx aspektus az a hold és egy visszatekintő Neptun bolygó között van. Neptun bolygó utal az álmainkra. Éljük mi ezt az álmot? A válasz nem lehet tudni, hogyan tovább. Nem tudjuk, hogy az álmunk megvalósul-e. Itt bizonytalanságokról van szó, és kihat a mi érzelmi világunkra. És ez volt a mai felvételem, Mizós, október 12-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!